Régen volt már ilyen protekciója, mint a mai napon, hiszen elsőként kapta meg a területalapú támogatások előlegét. Mit szól hozzá? Az, hogy régen az túlzás, még sosem volt ilyen, hogy elsőnek kapjam meg. Mekkora területen gazdálkodik itt tápiószőlősen? 120 hektáron gazdálkodik, ebből körülbelül 100 a saját és 20 hektár bérlemény. Mi van ezeken a földeken? 30 hektár gyümölcsös és 100 hektár szántó. Szántóban még egy 5-6 hektár zöldség féleség van, tehát burgonya, hagyma, paprika. Nagyon vegyes ez a tevékenység, hiszen emellett, amit felsorolt, még ugye állatok is vannak. Hát kis mértékben van, kis mennyiségben vannak állatok is, de muszáj tovább lépni, vagy egyet kellene inkább csinálni jobban, de piaci értékesítési nehézségek véget, ugye azért próbált az ember több lábon állni, hogy talpon maradjon, nehogy összecsukoljon. Sok mindent termel, sok mindennel foglalkozik, de mégis melyik az, amit a legszívesebben művel? Hát ez gyümölcs termesztés, az áll legközelebb hozzám. A jószág sem állt távol, de be vagyunk kistermelőként, be vagyunk korlátozott mennyiségileg, és nem tudunk tovább lépni. Akkora meg nem vagyok, meg nem is mernék annyi pénzt belefetszeni, hogy tovább lépjek. Hogy ne kistermelőként, hanem vállalkozóként fogjak bele egy vágóhídba, vagy valamibe. Képesítésem sem hentes, tehát annál is inkább sem merek belevágni. Tehát a szakértelmem se igazi hozzá. Meg nyomottak a piacok erős konkurenciával, nagyokkal kell megvívni a harcot, nem merek tovább lépni. És inkább, ami legközelebb áll hozzám, a gyümölcsös, vagy a szántóföldé, meg a paprika, az úgynevezett bivajerős paprikám, akit Magyarországon egyelőre csak mi forgalmazunk. Nagyon sok olyan pályázat is van, ami ilyen kistermelőknek, kisgazdaságoknak szól, mint amilyen az öné is. Arra nem gondolt, hogy ezekre is pályázzon? Próbálkozunk, lányomnak 2 éve ezelőtt nyertük egy fiatal gazdapályázatot, most is szimpatizálunk egyel, de nem tudom, hogy belemerjünk-e vágni, mert munkaerő, és a munkaerővel problémák vannak most az utóbbi 1,5-2 évben. És ezáltal nem tudom, hogy belemerjünk-e vágni, vagy sem. Nem nagy volna, kicsi volna, kis pályázat volna, de kis pénz is pénz, mondja a parasztember. Az is jó lenne, csak nem tudom, hogy belemerjünk-e vágni, még a lányommal, meg a barátjával egyelőre beszélgetünk, próbáljuk értelmezni, hogy bele szabad-e vágni, vagy sem.